A Vörösmarty Mihály könyvtár dolgozói közös ünnepségen emlékeztek az elmúlt 5 év örömeire, kihívásaira. A résztvevőket a város polgármestere köszöntötte. Volt olyan időszak, amikor senki nem szerette volna ennek az egyébként fontos intézménynek az intézményvezetői teendőit ellátni. Sőt, úgy is nézett ki, hogy talán még pályázó sem feltétlenül lesz. Cserpalkovics András felidézte, hogy korábban milyen nehézségek adottak a könyvtár vezetésében. Végül az egyik tagkönyvtár akkor igazgatója, Burjánné Taró Edit pályázott sikeresen. Ám akkor még csak néhány éves megbízásról volt szó, ami végül 5 év után ért véget. Az intézmény igazgatója elmondta, a pandémia és az energiaválság nagy nehézségeket okozott a könyvtárban, de ennek ellenére örömmel tekint vissza az elmúlt időszakra. Egy pillanatig nem bántam meg, és én ezt most is tartom, annak ellenére, hogy tényleg voltak nagy kérdőjelek, nagy nehézségek, de én nagyon örülök, hogy 5 évig így a könyvtár élén álltam, és tudtam valamit tenni, akár az olvasásért, akár az olvasás népszerűsítésért, vagy a programokért, amikre vártuk az olvasókat. Burjánné Taró Edit a Városi Könyvtárakért végzett áldozatos munkájáért polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át. A Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatói teendőit ezentúl Horváth Adrián látja majd el. Mindenképpen szeretném folytatni az előző könyvtár igazgatóknak a munkáját, és azt szeretném, hogyha az olvasás szeretetne áthatná Székesfehérvárt, illetve a vármegyét. Minden programunk, az igazgatói program is ez irányba mutat. Az új igazgató legfőbb célja, hogy a könyvtár még inkább elérhető legyen mindenki számára. Ezért jövőre a tervek szerint könyvboxokat tesznek ki a városba, amin keresztül bármikor lehet majd könyveket kölcsönözni.